Sziasztok, én Ricsi vagyok az IGN-től, ez pedig az első Weekly Fix. Mi is ez a műsor? Az IGN saját gyártású hírműsor, amelyben a hét legfontosabb híreit, bejelentéseit, eseményeit foglaljuk össze nektek. Pókember belép a Marvel moziverzumba. Vége a spekulációknak. A Sony és a Marvel megegyezés alapján ez egy teljes megújulás jelent a karakter számára, hiszen új színésszel és történettel tér vissza a mozivásznakra kedvenc hálószövőnk. Az új szerződések miatt Pókember elsőként a Marvel által már bejelentett filmjeinek egyikében tűnik fel. Egyes elképzelések szerint a jövő nyáron érkező Amerika kapitány polgárháborúban. Ezt követően 2017. július 28-án érkezik Pókember következő önálló filmje, melyet a Marvel házi producere Kevin Feige és a Sony éléről távozott, ám a Pókember franchise több mint 10 éve dédelgető Amy Pascal közösen felügyel. Ezt a filmet továbbra is a Sony forgalmazza, és a vele kapcsolatos valamennyi végső döntés is az övék. A NetherRealm stúdió a héten bejelentette, hogy a Mortal Kombat 10 két új online játékmóddal érkezik. Az egyik a The Living Tower, amiben a játékosoknak három ellenfelekkel tömött tornyot kell megtisztítaniuk úgy, hogy minden egyes kivégzés után nő a nehézségi szint. A másik pedig a Factions, ami eddig még sosem szerepelt a széria univerzumában. A stúdió elmondása szerint ez egy egyfajta online metagame, ahol a játékosok elkötelezhetik magukat az öt elérhető frakciók egyike mellett, amik az alábbiak lesznek. Linkei, Black Dragon, White Lotus, Special Forces és a Brotherhood of Shadow. Megérkezett a Hitman 47-es ügynök első előzetese. Minél kevesebbet beszélünk a Timothy Olyphant főszereplésével készült 2007-es Hitmanről, annál jobb. És az első előzetes alapján nagyon úgy tűnik, hogy a játékszéria legújabb mozis próbálkozása sem fogja beírni magát a film történelembe. Azért legyünk optimisták, az előzetesben látható szabaduló mutatvány elég menő. A Treyarch készíti az idei Call of Duty-t. Az Activision elmondta, hogy ez lesz az első olyan munkacsapat részéről, ami már egy 3 éves fejlesztési ciklusban készül. A sorozatban a tavaly megjelent Advanced Warfare volt az első, amelyik ilyen sok időt kapott a fejlesztésre a kiadótól. Időközben az Activision Blizzard legutóbbi üzleti jelentéséből kiderült, hogy a COD franchise a megjelenés óta már 11 milliárd amerikai dollárt hozott a kiadónak. Az durva. Még októberben megjelenik a Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. A Konami legfrissebb üzleti jelentéséből kiderült, hogy a kiadó a harmadik negyedévre tervezte be a játék megjelenését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy július és október között kerül a boltok polcaira. Végre. Megérkezett a Daredevil első előzetese. Drew Goddard, Ház az erdő mélyén rendezője felügyeletével készült az idei TV-szezon egyik legnagyobb figyelmét érdemlő sorozat, a Marvel-féle Daredevil, aminek mind a 13 epizódja április 10-től egyszerre elérhetővé válik a Netflixen. Ezt meg tudnám szokni. Az új adaptáció egy lényegesen sötétebb és komorabb képet fest a karakterről, mint ahogyan az Ben Affleck főszereplésével készült film tette. Több mint 6 millióan csatlakoztak a Battlefield Hardline bétájához. A játék producere Twitterre jelentette be, hogy az 5 napos teszt során 5 millió játékos élt a béta kipróbálásának lehetőségével. Wow, elértük az 5 millió játékost a Battlefield Hardline bétával, kezdte örömteli üzenetét Steve, majd így folytatta. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, örülök, hogy jól éreztétek magatokat, és várjuk a visszajelzéseiteket. Néhány órával később az EA egy aktuálisabb közleményt adott ki, amelyben a tesztelők száma átlépte a 6 milliót. Bejelentette az Electronic Arts a The Sims 4 első dobozos kiegészítőjét, a Get to Work-öt, mely áprilisban érkezik. A kiegészítő 3 új karrier lehetőséget kínál az eddigiek mellett, az orvosi, a bűnügyi és a tudományos pályamodellt. Mint 3 munkatípus esetében jár az adott területhez tartozó munkahely is, tehát a kórház, a rendőrfőkapitányság és a laboratórium. Ennyi volt már a Weekly Fix. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is maradjatok velünk, nézzétek az exkluzív Bloodborne anyagokat az IGN First keretein belül, és kövessétek az IGN-t. Na, sziasztok!